Balaton egyik legidősebb hajója. 1891-ben épült Budapesten, ahonnan vasúton érkezett Siófokra, lényegében darabokban. Különjegyeiben már az első világháború előtt is sokat változott. Ellátták az utasteret ponyvával, amit később részben leszettek, és meghosszabbították a felső napozó fedélzetet, eltávolították a hátsó árbócot, kapott fedélzeti vécét, a dízelesítés korszakába lépve pedig annak ellenére lekenték fehérre a testét, hogy itt még gyakorlatilag gőzhajó volt. A II. Világháború utáni helyreállítás során egy modern, minden irányból fedett kormányos kabinnal kedveskedtek a hajóvezetőnek, háttérbe szorult a festőladik, és egyre hosszabb lett a középső, zárt utastér. A 60-as években dízelmotorra cserélték a gőzgépet, a felújítás után pedig új kormánylapáttal, farkiképzéssel, az aprócska nyírászárók helyett pedig téglalap alapú panoráma ablakokkal büszkélkedhetett. Kiebrudalták a ladikot, fölhízlalták a kébényt. Az 1979-es selejtezési hullám nyomán 15 éven át éjszakai szórakozó helyként engedte mindennapjait a balatonfüredi szárazosban, míg nem a Bahart végül visszavásárolta, és testvére a Kelén mintájára felújította. Gyomrában modern, környezetbarát főgéppel, manőverezést segítő ósugárkormánnyal. Materialista szemléletű érdeklődők joggal teszik fel a kérdést, mégis mi az, ami valóban 130 éves ebben a hajóban? A felépítményt, a berendezést, a fenéklemezeket, a hajógerincet, sőt, még a bordákat is cserélték már, a melvédről nem is beszélve. A vízszint fölötti oldalburkolat, valamint a ma már csak dekoratív funkciót betöltő kovácsolt vas horgony ugyanakkor valóban 130 éves. Na meg a Helka szigorú, de mindenképp hálás szelleme, mely minden egyes átalakítást uralt, átitatott és ellenőrzött, hogy ma, aki a fedélzetére lép, valahol mégiscsak a 20. század hajnalán a boldogságos álomködével burkolózzon, ez zord jelenkor, búskomor éjszakáin.